A kapaszkodó fejlesztő központ vezetőjének három gyermeke van, akiknek kiskorukban különböző képességfejlesztésre volt szükségük. Dr. Schneider Beátának ezekért a szolgáltatásokért körbe kellett utaznia szinte az egész várost, ezért döntött úgy, hogy létrehoz egy olyan központot, ahol egy helyen minden szolgáltatás elérhetővé válik. Mindig az a város egyik feléből a másikba kellett menni, és akkor azt gondoltam, hogy ez milyen jó lenne, hogyha minden egy helyen lenne. Arról nem is beszélve, hogy a szakemberek így tudnak együttműködni, és együtt tudnak kidolgozni terápiát, hogyha arra van szükség. A központ magánkezdeményezésre jött létre. A város egészségügyi és sporttanácsnoka szerint azonban szükség van Székesfehérváron ilyen fejlesztési lehetőségekre is. Ezért örül annak, hogy létrejött ez az intézmény. Ez a fejlesztő központ, ez magánkezdeményezésből épült, viszont természetesen minden olyan kezdeményezésnek örülünk, ami a prevenciót, a rehabilitációt, ez most a rehabilitációt, vagyis inkább a betegségek utáni talpraállást segítő tevékenységet folytat, ami szintén borzasztó fontos. Sok óvodás és iskolás gyermek küzd magatartási problémákkal. A központ pszichológusa azt mondja, legtöbbször ezért, azaz viselkedési zavarok miatt kérik a segítségét. A szakember tapasztalatai szerint ennek hátterében általában családi problémák állnak. Elsősorban az volna a cél, hogy a családok önmaguk tudják a problémáikat rendezni, tehát az én fő feladatom nekik abban segítséget nyújtani, hogy az otthoni környezetben hogy tudják hathatósan megoldani a problémáikat a kisgyermekkel. A kapaszkodó fejlesztő központban angolórán, iskolai előkészítőn és felzárkóztató foglalkozáson, valamint beszéd és mozgásterápián vehetnek részt a kicsik, de nem csak a gyermekeket, hanem a sztrókon átesett betegeket is várják a szakemberek a belvárosban.